Na várjál, melyik, tehát, szóval. Sziasztok, Jóni vagyok, és köszöntök mindenkit a Gamer rész legújabb epizódjában, ahol egy újabb feladattal készültem a srácoknak. Ebben az epizódban 10 állatos feladvánnyal készültem, mégpedig úgy, hogy van egy állat, és meg kell mondani, melyik társasjátékban szerepel. Ez a társasjáték lehet bármi, nem csak gameklubos, a lényeg az, hogy szerepeljen benne az adott állat. Amit elfelejtettem mondani a srácoknak, és ezért lesz ismétlődés, hogy egy játék csak egyszer szerepelhetne, de mivel ezt nem mondtam nekik, így nem él ez a szabály, úgyhogy nézzük meg, hogy ez alapján hogy sikerült nekik. Kezdjük is el! Nyuszi, hát Dixit. Dixitben például van. Kis Nyuszi eredő. Nyuszi, Dixit. 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 Igen? Everdell. Róka, az. Róka. Húha, róka. Róka van a Cascadia-ban. Hát akkor Mr. Wolf. Van róka. A gépregénynek van a kis tokenyi róka. Ez anyám. Jó. Az a speciális pályája. Róka nyomon. Akkor van az a kérdés. Szerintem van a zöld előmezőkben róka. Figyelj, állatok, zöld előmezőkben mindegyik van. Zöld előmezők. Nem tudom, béke galamb. Ó, amúgy ismerős a galamb. Mivel van galamb? Most itt azt tudom, hátra néztetek? Galamb! Bakker! Zöld előmezőkben nincs galamb. Abban nem vagyok biztos. Na, azért ez kemény kérdés, pedig azt hinni az ember, hogy a galamb az több játékban is megfordul. Zöld előmezők? Lehet, az is nem, a gépregényben nincsen galamb, ott macskák. Az előmezőket megvédem. Galamb. Passz. Azt mondom, nem lesz most értelem. Passz. Hát az Everdell-ben például van a kártyákon ilyen. Igen. Everdell. Everdell-ben hol van galamb? Már megint egy Everdell-es nyelékekbe. Hogy néz ki egy Golden Retriever? Vagy csak megvenne vizuálisan. Golden Retriever? Van valami kutyás játékunk? Golden Retriever. Álomház. Álomház? Azt gondolkozom, hogy... Sparky nem az? Hol tette be? Szerintem bűnügyi krónikák. Abban van kutya. Abban az évezredek rejtély. Dog Park. Hát hol taptele? Várjál, találgatni hányszor lehet, az nem hangzott. Egyszer. Jó, oké. Hol taptele? Tényleg? Hol taptele? Tényleg? A kedvenc szereplőm a hol taptelébe, a Sniper is a Sparky. Méhecske? Hát az is a gépregényben van. Meg a bízbe is. Hát ezt nem akarom a véletlenre bízni. Johnny, ezt kitölt a kamerának. Bíz? Gépregény? De bíz is jó. Bíz méz. Hogyha ez nem lett volna egyértelmű. Természetesen az zöld előmezőkben is. Oké, tehát konkrétan patkány, nem megért, nem a patkány. Miben van patkány? Patkány, valami kis segítség? Patkány, Messina, ezért 347. Patkány, Macskák szigete, ott van a hajón. Patkány? De miért van patkány? Valami... Nem tudom, egér lesz, de van egér van. Az
Everdell-ben nincsen patkány? Remélem az Everdell-ben van patkány. Hát például az Everdell-ben van, mert az az egyszemélyes játékban az ellenfélnek a figurája. Végzetek. Az a baj, hogy kevés delfin van a mezőn. Milyen vizes játékunk van? Delfin az a Zolorettóban van. Ebben nincs. Aquarettóban van. Zolorettó. Aquaretto. Tehát egy Aquaretto az például. Nem, az narvál. Bálnalovasok. Hát karcszárnyú delfi van a bálnalovasokban, nem tudom, erre gondoltatok-e. Jó. Álmodj velem. Biztos akadott egy delfin. Jó szórakozást! Utálok. Bánalovasok. Abban mondjuk van delfin. Első körben a Witcher jutott eszembe, de az más. Bár nem vagyok benne biztos, hogy a Deltánál frissen megjelenő Witcherben nincsen szalamandra. Jó. Szalamandra, ez a lombkorona. Milyen játékunkban van szalamandra? Na ez jó. Arnak. Basz. Amikor annyira stresszelsz, hogy az állatot nem tudod magad elég képzelni. Szerintem sárga volt egy gyíkocska. Igen, de szerintem nem lesz, nem tudok. Tényleg. A tűzszalamandra van az ébredő erdőben. Zöld ellőmezők! Mi? 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 Azt mi? Egészségedre. Mi a... mi? Ez egy állat? Igen. Kinkajú. Az milyen állat? Vagy most ezt ki kéne találni, akkor milyen állat, mi? Ez egy létező állat? Ez milyen állat? Életemben nem hallottam még ilyet. Ez egy állat? Igen, nem. Kitalált állat? Kicsit cuki mondtam. Te aranyos. Ja, és ez ami tud repülni? Nem, mert ez más. Bocs, my fault. Basszus. Vajon ez van a lombkoronában? Ja, hát ez a lombkoronában van ilyen. Azon kívül, hogy megint elkezdhetnék lufit fújni. Fogalmam sincs. Kecel. Figyelj, hát összejön, Artnova. Lombkoronában. Na jó, van, elmész a sunyiba. Kinkajú. Á, lombkorona. Persze, hogy könnyű. Abszolút könnyű. Sima, sima liba. Csak poénba húzom az időt. Mamut! Azt a mindenit. Mamut. Melyik a mamutos játékunk? Várjál. Ezt tudnom kéne. Ja, hát a King Domino kezdetek. Hát az... A milyen kezdetek? King, mi ez? King Domino kezdetek. King Domino kezdetek. Hát az Everdell-kiekben van mamut. Várjál, megengedett volt nem gamecube-os játék. Mamut vadász. Szép. Mamut vadász. Na hát ez egészen jól sikerült, úgyhogy szeretnék is gratulálni a győzteseinknek, ugyanis most tiebreakerrel nem készültem, úgyhogy kettő győztest hirdetünk. Először gratulálnék Andrisnak, akinek ez az első győzelme, valamint gratulálnék Mikinek is, akinek ugyan nem az első, de egy többedik győzelmet sikerült bezsebelnie. Remélem ti is kitaláltatok sokat a feladványokból, és találkozunk legközelebb. Ennyi.
Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a videó alatt a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról. Emellett elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, ahol rengeteg tartalmat megosztunk veletek. Ha pedig szeretnétek az új akcióinkról értesülni, vagy az újdonságainkról, iratkozzatok fel a hírlevelünkre. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!